Az önkormányzati zöld program fontos eleme konferenciák rendezése. A Kondor Béla Közösségi Házban a Környezeti Nevelés a Mindennapokban címmel tartottak átfogó előadást a témában. A szemléletformálás és az évek óta tartó munka eredményeként a kerületben jól működő rendszert építettek ki a szakemberek a területen. Fontosnak tartjuk, hogy minden óvodáskortól már elkezdjük ezt a szemléletformálást, ezért az előadók között megtalálunk óvonőt, általános iskolai igazgatónőt, Pilisi Parkvédőgazdaság ZRT képviselőjét, illetve civil szervezeteket is, és az FKM ZRT-t is. Az önkormányzat egyrészt a kerületi adottságok miatt, másrészt a jövőre gondolva is mindent megtesz a jó ügy felkarolásáért, mondta el a konferenciát megnyitó Léva István Zoltán alpolgármester. Több olyan iskola és óvoda van, amely a pedagógiai programjában szerepelteti kiemelten a környezetvédelem ügyét. Nekünk az a dolgunk, hogy különböző lehetőségeket biztosítsunk arra, hogy ezt még cserélhessenek. Ez a mai konferencia is ezt a célt szolgálja. A kerületben több zöld óvoda és ökoiskola működik, ezeknek az intézményeknek a nevelési programjában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés. Nagyon fontos, hogy ezt egészen pici korban elkezdjük a környezeti nevelés feladatait megvalósítani. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a környezet szeretetére tanítsuk a gyerekeket, ez pedig nem lehet máshogyan, csak a természetben, a természetért, a természetről beszélgetve, megfogva, megtapasztalva, meghallgatva a természet hangjait, ez az, ahogyan az óvodás gyerekeket el tudjuk kezdeni tanítani. Egy ökoiskola és zöld óvoda abban különbözik egy átlagostól, hogy nem csak a tanításban és a nevelésben érvényesülnek például a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem a közösségi élet minden területén, az intézmény működtetése terén épp úgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. Szelektív gyűjtőhelyekre kimegyünk például, nálunk hagyomány különböző napokat tartani, a takarékosság napját, ilyenkor energiatakarékosságra gondolok, takarítás napját. Tehát vannak nekünk ilyen hagyományaink, amit nap mint nap, hétről hétre, illetve a kijelölt napokon az egész intézmény gyakorol és véghez visz. A Pilisi Parkerdő ZRT munkatársa például a náluk folyó oktatási rendszerről beszélt az érdeklődőknek. Cégünknél van az ország elsőként alapított erdészeti erdei iskolája, ami idén ünnepelte a 25. fennállásának 25. évfordulóját. Ez a Visegrádon található erdei művelődés háza, Madas László erdészeti erdei iskola, és az iskola életéből szeretnék néhány képet, életképet, történetet mesélni az előadásomban, és hát bemutatni az iskolát. A Környezeti Nevelés a Mindennapokban konferencia számos ötletet adott a kerületi pedagógusoknak arra, hogyan hozzák még közelebb a gyerekek szívéhez a természetvédelem ügyét.